Újra itt vagyunk a Mánia Fitness Report sorozatában, ezúttal a Dorján Angélával. Szia! Sziasztok! Szia! Beszélgessünk arról, hogy hogyan kezdted el a súlyzós edzéseket, vagy egyáltalán a táplálkozásra odafigyeltél az elején, mennyire vetted komolyan, és ez hány éve volt, és mi az, ami megfogott ebben? Hát én már kicsiként kezdtem a versenysportolást, igazából futással, már akkor ugye a táplálkozásra oda kellett figyelni. Akkor hány éves voltál? Körülbelül 10, amikor apukám kivitt, igen. És utána a munkámból kifolyólag sokáig nem tudtam ezt folytatni. Jött az egyetem, később felkerültem Pestre, és akkor... Jó, hogy elfoglaltság miatt az így elmaradt egy kicsit? Igen, kicsit háttérbe szorult a sport, és a versenysport is, és akkor megtetszett ugye a fitness, mint ágazat, és maga a versenyzés, először. De még csak így kacérkodtam, lejártam már edzeni akkor a termekbe, de úgy gondoltam, hogy körülbelül 10 éve volt az, amikor úgy gondoltam, hogy jó, akkor most miért ne? Megcsinálom a személyjegyzői sulit, hogy annyira érdekelt, mert én mindenben ilyen maximalista voltam, hogy akkor jó, akkor vessük bele magunkat. És ekkor már a munkakörödben dolgoztál külön? Igen, már pénzügyelemzőként dolgoztam, kontrollerként, tehát nehéz volt az elején összeegyeztetni ezt az egészet, de hát 24 óra egy nap, úgyhogy igazából... Hát igen, ez egy olyan sport, hogy ez nem olyan, hogy hazamész az edzésről, foci edzésről, és akkor ennyi volt a foci. Nem. Egész nap oda kell figyelni. Igen. És akkor már mindjárt a versenyzésbe ugrottál esetleg, gyorsan viszonylag, vagy hogy volt ez? Hát úgy volt, hogy 2013-ban volt meg a személyjegyzői sulim. Tehát azt elvégeztem? Igen, elvégeztem, és utána meggyőztek az akkori edzőm, hogy mit szólnék, hogyha kipróbálnánk így, akkor... a versenyzést. Aha. És akkor az első versenyem Badisport Kupa volt, és akkor második helyezett lettem, tehát ez nagyon jó volt, tényleg nagyon jó start volt, és viszont úgy gondoltam, hogy a naturál ágat választom inkább a fitness versenyzésben, úgyhogy az imbákon mentem tovább. Így, mint versenyeken. Hány versenyszezon, vagy hány évet ölelünk fel így versenyzésben? Hát 2014-ben kezdtem, és 2018 volt az utolsó versenyem, amikor felálltam, akkor negyedikként végeztem akkor. De hobbi szinten, tehát ez nálam hobbi sport, hiába van, erről szól az életem, hogy tényleg már az étkezést ehhez igazítom, de nem azért, mert hogy... Úristen, én sanyargatni akarom magam, hanem ez egy életforma. Egy hát annyira megszokod és megszereted. Van egy külön életed, de azért szeretnél. És ez a versenydruk benned van? Ez tetszik neked? Igen, nagyon bennem van. Gondoltam. Tehát most is, hogy nem versenyzem, attól még figyelem, hogy ki milyen szinten van, és hogy állnak a lányok, és hát drukkolok persze nekik. Hát borzasztó sok ismerős van ebben a versenysportban. Mire mondanád azt, hogy a legjobb versenyeredményed volt eddig? Ami neked a legjobb élmény volt, legjobb verseny, vagy legmagasabb helyezés, vagy melyik a legjobb emléked a versenyző? Az imba, az első imba versenyem volt a legjobb érzés, úgymond így a színpadon, még nagyon friss volt, és borzasztóan izgultam, és akkor voltam ott is második. Ez ilyen 15-16 környéke, vagy mikor volt ez? Az is 14 volt még. Ja, az is 14, oké, az is 14, és hiába voltak utána versenyek, de az teljesen más érzés volt. Az annyira úgy bennem maradt, hogy úristen a színpadon, és úgy megnyertem, második lettem, és hogy olyan büszke voltam magamra. Hát igen, meg... végre beérik a munka. Igen. Hiába volt a színpadon utána, a fények. Igen. Utána hiába volt ugye izomérettséggel sokkal jobb a forma évről évre, de akkor az maradt meg legjobban bennem. Ja. És hogy látod, hogy a jövőben vannak versenyzéssel kapcsolatos terveid, vagy hogy látod most egy kicsit már távolabbról nézve a versenyzés világát? Én nagyon szeretnék még egy WBFF versenyen indulni, a show miatt, maga miatt. Nagyon-nagyon tetszik, illetve a lányok formája. Kérdezzem meg, hogy ott azoknál nevezik kosztümöknek végsősoron? Hogy ott valami szabályrendszer van, hogy ilyet lehet, vagy ez minden lány csak így magának kitalálja, hogy a kis...
Szabályrendszer van, sokkal szigorúbb szabályok vannak, mint itt ezeken a versenyeken, és vannak külön kosztümösek, amikor egy hatalmas, nem tudom, valami óriási szárnyal, vagy valami tündérnek öltözve lép fel, illetve van a maga a bikini díva, ami sokkal díszesebb, mint a jelenlegi itthoni versenyeken lévő bikinik, versenybikinik. És nekem igazából más a cipő, más a versenybikini követelmény, más maga a fellépő ruha követelmény. Ez az egész színpadi kép neked, ez szimpatikus, és igen. Még ezt szeretném egyszer kipróbálni. És figyelj, a lányok fizikuma ott, mert láttam képeket, de annyira nem vagyok vele képbe, de ha jól gondolom, akkor ez a tipikus bikinis formánál egy kicsit izmosabb. Igen. Nagyobb farizom esetlegesen. Igen, de nem az a túlizmos. Nem. Ott is kategóriák vannak. Uh-huh. A legalacsonyabb a bikini díva kategória, ami hát egy természetesebb női testet ábrázol, tehát annyira... És nem túl szálkás, vagy hogy? Nem túl szálkás, viszont farizom nagy, és elég erősen vállasak is, hátasak is. Uh-huh. Viszont nem kell annyira beszáradni, tehát nem, úgymond nem vékonyodnak annyira le a lányok, mint az itteni bikini versenyeken, bikini kategóriában. Nekem ezért is tetszik jobban. Tehát egy olyan erősebb fizikum kell, egy természetesebb fizikum, de látszik rajta az izomérettség mindegyiken, nem 20 éveseknek szól a verseny, tehát ezt tudni kell, hogy már olyan izomérettségük van, hogy egy tényleg gyönyörű szépen mutatni. Hát az gondolom, neked meg lenne több mint 10 éve edzel, ugye azt mondtad. Igen. Jó, hát figyelj, én nagyon sok sikert kívánok neked. Köszönöm. A jövőbeni versenytervekhez és az eddigi versenyedményekhez is. És akkor hamarosan lemegyünk a bemutató termünkbe, és kipróbáljuk ezeket a farizomgépeket, meglátjuk, hogy melyik lesz a kedvenc. Várom nagyon, rendben.